Sziasztok, ez itt a Sárkányradar, benne a Dragon Ball Super Manga 83. fejezetével. Nagyon izgalmas fejezetet kaptunk, és olyan harci tervezettség ment le benne, hogy az akciók végig a csúcson voltak. Bardock erősnek látszott, és Gaszt is tudta azt éreztetni, hogy korábban sem volt vele annyira bíras. Újabb újítások lettek vele, mivel az egyensúly formáját másképp láthattuk ebben a harcban, illetve az őrjöngő módjában is találhatunk érdekességeket. Bevált egy korábbi teóriánk Monaitóval kapcsolatban, és csupán a kívánság lett más, azonban még ez a lépés is adhat találgatásokat a rajongók számára. Szóba kerültek Bardocknak a gyerekei, illetve az erejének a nagysága, és különösnek vehetjük a harc végén látott auráját. Összeköttetés lett a régebbi énje, illetve a mostani között, azonban ezen a téren elég nagy megosztottságot érezhetünk. A hangfelvétel miatt arra gondolhattunk, hogy egy olyan változás lesz Bardockon, amivel nehéz helyzetbe hozzák a szuperes Broly mozit, hiszen ott nem volt akkora ereje, hogy megvédje a Vegeta bolygót. Amint azonban elkezdődött a Gasz elleni küzdelem, olyan Bardockot kaptunk, akinek a viselkedése, illetve a harci módja teljesen át tudja adni a számunkra a DBZ-s változatát. Jó lett volna, ha történik valami, ami mindent megváltoztat, az élmény ellenben ugyanúgy aratott. És olyan rajzolásokat valósítottak meg, hogy az élményünk végig magas hőfogon tudott égni. Adagolták a brutalitásokat is, Gasz ugyanis használta a fegyverteremtő képességét, és szó szerint lebunkózta a Goku apját. Az ellenség ezúttal is kisebbnek tűnt a várthoz képest, azonban ahogy mozgósította a technikáit, változatosságot tudott hozni a harci módjában, mert ezt a jelenben nem is tette meg. Egyszerre láthattuk tőle a fegyveres módját kombózni a sugarassal, amivel a veszélyessége is szárnyalt. Dermesztő megemlítése ezúttal is megtörtént, és azt kell vennünk, hogy a jelenet a közel félmilliós alapformás dermesztőre gondolhat. Ebben a csatában pedig olyan érzést keltett Goku apja, mint amikor Dodoria ellen harcol, de még nem ölték meg a társait. És mivel úgy fest, hogy azt a szálat nem igazán szeretnék betenni az újragondolt fő történetbe, azt kell vennünk, hogy a Gasz elleni harcban kapjuk meg az akkori Bardockot. Ezért nincsen meg a csapata fasáékkal, és tűnik inkább magányos farkasnak, mint ahogy a szuperes Broly moziban szerepel. Így ebben a számban lényegében egy 10 000 harci erejű Bardockot kellene kaptunk, de mivel az a régi énjét jelképezné, lehetséges, hogy a mostani Bardocknak sokkal nagyobb ereje van. Különben Gasz ereje is alaptalanul érződne veszélyt jelentőnek az alapformás dermesztőre. Ugyan látszott, hogy erősebb volt azért az ellenfelétől az átváltozása ellenére is. De nem tudta elpusztítani egy pöccintéssel, mint ahogy a zsarnokunk csinálhatta volna a 40 000-es harci erejű Nillel is. Amikor Gasz elkezdett átváltozni, lemorzsolódott a ruhája, sőt még az izomzatát is ki tudták rendesen emelni. Észrevettük, hogy ugyanolyan szarvai lettek, mint a jelenben, amikor az egyensúly formájában van, de most nem volt rajta a barbár nyaklánca. A testvérei ellenben ugyanúgy viselték az ékszereiket, így kezd beválni az a találgatásuk, miszerint Gasszéknak a felemelkedése valamilyen külső segítség által jöhetett létre. És egy személy vagy egy szervezet terelte őket az erősek útjára. Elhangzott ugyanis, hogy Gasz az átváltozáshoz a belső erejét mozgósította, amit esélyes, hogy önmaguktól nem is tudtak volna felébreszteni. Ezáltal hiába bújhatott meg ilyen erő a népükben, olyan, mintha önállóan nem tudták volna használni, sőt arról se tudhattak, hogy ők egyáltalán harcolhatnak. Lehet, hogy az ékszerű generációkon át arra szolgált, hogy elfojtsa az erejüket, mert régebben annyira felfejlődtek, hogy veszélyt jelentettek az univerzumokra. Ez azt jelenteni, hogy a népük szándékosan nyomta el az egyedeik hatalmát akár évszázadokon keresztül, elekék pedig ahhoz a nemzedékhez tartoznak, akik nem emlékeznek erre a döntésre. Az is esélyes viszont, hogy valaki más tette ezt a fajukkal, aki így állította meg a tombolásukat, ami azt jelenti, hogy hamarosan meg fogunk ismerni egy új szereplőt. Vagy az istenek felé fogunk kanyarodni, és a pusztítás istenek csinálták, vagy az angyalok fékezték meg elekék népét. A korábbi visszaemlékezésben az őrjöngő módban lévő Gaszt láthattuk először küzdeni Bardockkal. Így arra számíthattunk, hogy az egyensúly formára nem volt képes akkoriban az ellenség, és a Granola elleni csatában ott helyben találta meg magában a nyugalmat. De kiderült, hogy már akkoriban is képes volt mind a két formára, azzal a különbséggel, hogy akkoriban nem tudott annyit meríteni az erejéből, mint a jelenben. A szintje viszont bombasztikusnak látszik, és olyan elverésben részesítette az ellenfelét, hogy a megvalósítás erőteljes rajzolásokat és harci fogásokat adott.
Káprázatos lett a két gömbös támadása, és nagyon átjött az, hogy a sugarak gyorsak, és így támadnak bárdokra, és mesteri rajzolást kaptunk azzal, amikor az ellenség elárasztotta Goku apját a lövéseivel. Többször is olyan csapásokat élt túl, amik a halálát kellett volna eredményezniük, sérülések lettek persze rajta, viszont Gus egy szinttel feljebb ment az átváltozása által. Míg Bardock nem csinált semmit, mégis ugyanolyan maradt a felállás, mintha Gus át se változott volna. Az nem tűnik valósnak, hogy az ellenség csak nagyra értékelte magát és nem is erősödött annyit, elvégre a területet lepusztították, és ez a Gus erősebbnek látszik Zarbontól, vagy a különleges erők tagjaitól. Ha viszont ragaszkodunk a DBZ szálakhoz, akkor igazság szerint azt kellene elhinnünk, hogy az ellenségünk a 30 000-es harci erőt se érte el a mostani egyensúly formájában. És csak azért láthattunk nagy rombolásokat, mert ki akarták fejezni a csatának a komolyságát. Eszméletlen húzás volt Gusttól, amikor elkapta a Bardocknak a farkát, és nem az egyik végtagjánál fogva kezdte el ütögetni össze-vissza a földre. Megjelenítésben is részletes lett a látvány, és brutalitásban is sokat adott, és kérdés, hogy ez a lépés egy véletlen volt-e az ellenségtől, vagy tudta, hogy a farkuk gyenge pontot jelent a csillagharcosoknak. Lehet, hogy az utóbbi, mivel azt elárulhatta a számunkra a szál, hogy elekék nagyon is jól ismerhették Goku apjának a népét azáltal, hogy ők is beálltak dermesztőnek a soraiba. Érdekes lenne, ha szándékosan csatlakoztak volna a zsarnokunkhoz, hogy többet tudjanak meg arról a fajról, ami az övékéhez hasonlít. Hiszen a csillagharcosoknak is a belső erejük nyitódik ki egyre jobban, és ezáltal tudnak új képességeket, illetve formákat elérni. De ugyanez igaz dermesztőjékre is, csak náluk alapból ki van nyitva egy nagy rész a belső erejükből. Amikor azonban elhintést kaptunk arra, hogy elekék is tudtak a Vegeta bolygó elleni merényletről, eléggé nagy megosztottságot kezdhettünk érezni. Fenyegetésnek jó volt, ám az infó miatt Goku apja nem egyedül jött rá arra, hogy veszélyben vannak. Az is nagy különbségnek számít, hogy amíg a Bardock speciálban legendát adtak arra, hogy Bardock látomások formájában kezdett el gyanakodni dermesztőre és szó szerint belelátott a jövőbe, itt úgy fest, hogy csak valamilyen elhintést fog kapni arról, hogy árulóvá fog válni a zsarnokunk. Belegondolt abba az elhintés által, hogy a zsarnokunk könnyen elsöpörhetné a csillagharcosokat, ha már nem kellenek neki. És a kezdettől csak kizsarolta belőlük a szolgálatot, a szuperes Broly moziban pedig pont egy ilyen előérzetű Bardockot láthattunk. Viszont még meg lehet a látomásos szál is, hiszen a moziban nem mutattak minden jelenetet Goku apjáról. Így össze lehetne kötni a szálakat azáltal, hogy a gasszos harc után kezdett látomásokat látni a hősünk, de a társai ugyanúgy nem hittek neki, hiába szerette volna figyelmeztetni őket. Amikor Monaito felkészült a kívánságra, a megjelenítése kifejező volt, azzal pedig, hogy kíván bevált az a találgatásunk, hogy használta már a két gömbös sárkány erejét Granola kívánsága előtt is. Csak az nem vált be, hogy a kívánság módosította Granolának az emlékeit, de még könnyen kaphatunk erre egy másik új szálat. Megtudhattuk a spéti sárkányunk nevét is és a Torombó nevet kaptuk, abban azonban visszafogást csíphettünk el, hogy Monaito ilyen esetlen volt. Nem állja meg a helyét, hogy haza szerette volna küldeni Bardockot, hiszen így Granolával ők ugyanúgy védtelenek maradtak volna, és így értelmetlenül buktatta le magát a hősünk, mint jó szívű csillagharcos. Az is az eszébe juthatott volna az öregünknek, hogy felerősíti Goku apját a kívánsággal, ám a történet itt döntötte el, hogy nem akar belezavarni túlságosan a DBZ történéseibe. Ezért úgy alakították a számunkra, hogy lássuk a csodát Goku apjában, de annyit ne változzon, amivel eltérne a szuperes Broly moziban látott énjétől. Bár azt érdekesnek vehetjük, hogy elvileg a csillagharcosok nem menekülnek el egy csatából, és Bardock is erre hivatkozott, amikor Gus ellen mégis kiadta magából a legtöbbet, holott a DBZ során Vegeta is elmenekült a Goku elleni harc után, illetve Trunks is ezt tette a robotok ellen. Furcsának tűnhet, hogy Torombó kikérte Bardock véleményét, hogy mit szeretne, és nem teljesítette a kívánó kívánságát, de ez a múltban is így ment. Amikor ugyanis Gokut haza akarták kívánni a dermesztő harc után, őt is megkérdezte előbb a sárkány, de a hősünk nemet mondott. Persze így is történt egy kívánság, és Bardock elvileg olyat kívánt, ami meghatározta a fiai sorsát. Azt akarta, hogy a fiai boldoguljanak az életben, amit úgy is értelmezhetünk, hogy szerencsésekké váltak, és minden sikerül nekik, amit csak kitűznek célul. Ezáltal emiatt menekülhettek meg a Vegeta bolygó felrobbanásakor is, mert Gokut elküldték, Raditz pedig pont nem volt ott. És ha megnézzük, hogy Bardocknak a kisebb fia milyen diadalos úton ment végig eddig az élete során, nagyon úgy érezhetjük, hogy a kívánság miatt tudott ilyen sokat fejlődni és erősödni. Hogy erősebb tudott lenni az ellenfeleitől, és sose kellett hiányt szenvednie semmiben.
Hamar családot tudott alapítani, és a pénz is csapódott hozzá, mivel azokat össze tudta szedni a verekedéseknek köszönhetően. Esélyes, hogy a formái is a kívánság miatt születtek meg benne, ezért lett csoda, hogy alacsony szintű csillagharcosként versenyezhet az Elit Vegetával. Ez azonban megosztónak is hathatna, hiszen ez azt jelenteni, hogy Goku nem önállóan tudott ilyen magas szintre jutni. Ráadásul, ha a kívánság tényleg befolyásolta az erőt is, Raditznak is sokat kellett volna elérnie, ő mégis kisebb harci erőt birtokolt, és hagyta, hogy Vegetáig csatlósa legyen. Ám ezt ki lehetne egyenlíteni azzal, hogy Raditznak nem volt szüksége az erőfejlődésre, mert elfogadta, hogy Nappa és Vegeta erősebbek nála. Elvégre Goku is csak akkor erősödött, amikor egy erősebb ellenféllel találkozott, és szüksége volt a fejlődésre. Vagy Raditz azért nem tudott a csúcsra jutni, mert rá nem hatott a kívánság, ugyanis neki nem Bardock volt az apja. Különösnek számít, hogy Goku kiköpött az apja lett, míg Raditz csak a lábait örökölte. Rámondhatjuk azt is, hogy ő az anyja haját örökölte, ám Ginet túlságosan is gyanússá válhatott a szemünkben, ezáltal esélyes az, hogy elcsábították a hősnőnket, amíg a férje távol volt a munka miatt. Amikor Monaito megmentette Bardockot a leszúrástól, a brutalitás merész lett, hiszen a vér és a lándzsa szúrta seb élethűre sikerült. Azzal pedig, hogy Gus átment az őrjöngő módjába is lenyűgöző rajzolást kaptunk, és lehetséges, hogy ezt a formát a jövőben se tökéletesítette. Az egyensúly formáját hihetjük az őrjöngő mód tökéletesítésének, ám mivel az a mostani harcban is feltűnt, látnunk kéne még egy átváltozást Gustól. Ami egy fúziója lehetne az őrjöngő mód és az egyensúly formának, de az is lehet, hogy a VAT formát kapjuk meg új verzióban. Az is csattanó lett, hogy az ellenség irányítani tudta az őrjöngő módját, és nem a harag vezényelte, ami hasonlóságot adott Broly legendás SS-i alakjára. Az ütések és a lendülések nagyon jó ábrázolásokat eredményeztek, Gus ugyanis nagyon izmosnak, illetve erőteljesnek látszott, és démoni kisugárzásra is tudott szert tenni. És ahogy felidegeskedett azon, hogy nem tudta így eltiporni Bardockot, együtt érezhettünk vele. Olyan technikával szabadult ki Bardock a szorításból, ami a legerősebb támadása lehetett a dermesztő elleni harcban látott technikájával, csupán itt közelről adta be. Indokként azt kaptuk Bardock fölényére, hogy a faja fejlődő képessége által került fölénybe. De ezt csak részben vehetjük igaznak, hiszen ekkorát akkor se szabadott volna fejlődnie, ha a hősünk egy halál közeli élményből épült volna fel. Így vagy az van, hogy Gus megijedt az ellenfele magabiztosságától, és bedőlt Bardock félrevezetésének. Így pedig mindegy lett volna, hogy milyen harci erővel támadnak rá, az ellenség akkor is kikapott volna. Vagy Goku apja olyan erőt szabadított fel, ami egy külön belső erő, és olyan sajátos neki, mint az Ultimate Gohan forma Goku fiának. A jelenet szerint egy új aurát kapott, ami nagyon különlegesnek számít, és fehérben vagy kékben lehet elképzelni. Lehet, hogy csak egy sima aurával állunk szemben, és csak keményen fejezték ki a hősünknek az erejét. Ha viszont spécinek vesztük, akkor esélyes, hogy szó szerint kell értenünk a Bardockban lévő győzelmi akaraterőt. És olyan erőt birtokolt, amivel túlmutathat bármilyen ellenfélen, ha elhiszi, hogy győzhet. Ilyesmi törvény van az Ultra Egóban is, csak Vegetát a harci vágya erősíti, de az is lehet, hogy Bardock az Ultra Ösztönt libben tette fel, csak nála így elevenült meg az erő. Vagy a szuperharcos erejéből kaptunk ízelítőt, amikor ugyanis elkapta Gus öklét, olyan hatást keltett, mint Goku, amikor félig SS-i egybe változott Slag ellen. A hősiesség oltári volt, amikor Gust lelőtték, és olyan robbanást láthattunk, hogy az erő kifejezés bámulatosra sikerült. Torombó miatt elekéknek elvileg tudniuk kellett volna a kristálygömbökről, és így nem 73-as által kellett volna erről tudomást szerezniük, de ők csak a fényeket látták, magát a sárkány pedig nem. Bardocknak a lelövése elég nagy hatásvadászatot keltett, hiszen az ellenségnek jobban kellett volna céloznia, de a kis Gusnak a visszaváltozott formája nagyon aranyosra sikerült. És ahogy a bátyja elvitte, az edzés miatt kezd bejönni az a teóriánk, hogy Elek nagyon erős lehet, hiszen ő az, aki az öccsét is tanította. A végén Monaito és Bardock olyan hatást keltettek, mint a túlélők lettek volna egy Western történetben, de azt érdekesnek vehetjük, hogy Gus ugyebár letépte a hősünknek a farkát, de a szuperes Broly moziban mégis megvan neki, így kapnunk kell egy jelenetet arra, hogy hogyan nőtt vissza. És várhatjuk, hogy milyen titkokat árulnak el még, mire Goku apja hazament. Nagyon várjuk a folytatást! Ha nektek is vannak találgatásaitok Bardocknak az új aurájáról, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, szerintetek van-e esély arra, hogy Raditz nem Bardocktól van? Ez volt a Sárkány Radar benne a DB Super Manga 83. fejezetével. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor.
addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj, és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.